A mai napon a mi az Ágmozgalom beadta azt a feljelentést a MOL, illetve a kormány esetleges illetékesei ellen, amit korábban már megígértem egy TikTok videón keresztül, mondtam el azt, hogy a jogászaink véleménye alapján az, ami múlt héten a benzinárakkal kapcsolatban történt, az felveti a dömpingár, illetve az árdrágítás gyanúját, és emiatt feljelentést tettünk elsősorban a MOL ellen, de hozzá kell tenni, hogy a MOL a kormányzat, a kormányzati tisztségviselők segítségével tudott az árakkal a véleményünk szerint manipulálni, és ez ugye a dömpingárakra is vonatkozik, hiszen az alacsony árakkal kiszorították a kis benzinkutakat jellemzően, családi tulajdonban lévő vállalkozás tulajdonban lévő benzinkutakat, illetve akkor, amikor elvont, áruelvonást követett el a MOL, és ezzel megdrágították az üzemanyag árát, azzal pedig az árdrágítást követték el. Ugye 1920-ban volt egy olyan törvény, amikor nagyon hasonló világgazdasági, világpolitikai folyamatok zajlottak, mint jelenleg a nagyvilágban. Volt egy olyan nagyon szigorú törvény, amely öt év börtönbüntetéssel, és egyébként bot és vesszőbüntetéssel is mellé Büntetéssel sújtotta azokat a vállalkozókat, vállalkozásokat, akik az árdrágítás büntettét, bűncselekményét elkövették. Ez ma már egy szabálysértésé szelidült tényállás. Mi viszont szeretnénk, hogyha a büntető törvénykönyvbe visszakerülne az 1920-as törvény, ezért a Mi Hazánk Mozgalom haladéktalanul beterjeszti az országgyűlés elé, hogy újra legyen hatályos az 1920-as törvény. Tehát a, a hatóságok szigorúan büntessék, üldözzék azokat a a nagyvállalkozásokat, nagyvállalatokat, és itt különösen gondolok az olyan multinacionális cégekre, illetve a globális nagyvállalatokra, mint akár a Mol, akik az erőfölényükkel visszaélve szeretnék kihasználni a jelenlegi világgazdasági krízist, és nyerészkedni akarnak azon, hogy az emberek százezrei, a dolgozó magyarok, vagy akár a magyar KKV szektor egy része pedig most éppen tönkre megy.